hogy olyan célra fog ez a pénz kerülni, amilyen célra számtátok, és ez úgy gondolom, hogy nálunk ez természetes lesz. Most én szeretném átadni akkor ezt a területet még az asztali teniszezőknek, nevezetesen Klampá Tibor világbajnoknak, és Németh Károly ki tudja hányszoros, szerintem ő sem tudja hányszoros magyar bajnoknak, sokszoros válogatott versenyzőnek, és akkor ők asztali tenisz módon avassák ezt a termet föl, és szerezzenek kellemes perceket az itt lévő embereknek, nagyon várják, hogy bemutatkozhassanak. Köszönöm szépen. Arra szeretnék még kérni benneteket, hogy a mérkőzés végén nem menjetek el, egy pohár festővel mindenki szeretettel várom. Köszönöm. Szóval túl vagyunk a csarnok, az asztali tenisz csarnok ünnepélyes avatásán. A két versenyző, a közönség feszült figyelme közepette az asztal két oldalán már. Két világklasszisunk, Klampá Tibor többszörös világbajnok, ő kezdi az adogatást. Németh Karcsi sokszoros magyar bajnok vele szemben, és az első pontot Klampá Tibi szerezte. Ugye bevezető interjúban hallhatták a két kiváló versenyző véleményét a sportágról, a saját helyzetükről, a saját életkörülményeikről. Nyírbátorhoz, a városhoz, a helyi asztali tenisz klubhoz fűződő kapcsolatokról. Szóval sok mindent elmondtak, elárultak ők, hogy ilyen életkorban milyen játékra képesek, azt pedig most árulják le majd az asztal mellett. Egyelőre Németh Karcsi vezet 3-2-re. És Klampá Tibi egy bravoros mentéssel szerzi meg az egyenlítő harmadik pontját. Németh Karcsi rögtön kontrázott egy jobb egyenes tenyeressel. Felváltva esnek el a pontok. Egyébként a két versenyző teljesen természetes módon arra törekszik, hogy látványos mérkőzésben legyen része a közönségnek, annak a közönségnek, melynek nagyon sok köze van ahhoz, hogy a csarnok egyáltalán létrejöhetett. Néhány mondatban elmondtam már bevezetőmben is, hogy valamikor Hajdanán ez a református egyház általános iskolája volt. Szüleink, sőt talán még nagyszüleink is ide jártak e falak közé, én magam is 8 gyönyörű évet töltöttem el a református iskolában. Később ármoszlámi iskola néven működött tovább, aztán jöttek azok a bozzalmas évek, amikor mind az udvar, mind az épület olyan elhanyagolt állapotba került, félünk volt, hogy az anyészet lesz úrá rajta, és akkor jött egy ötlet, és Csekő Sándor volt az ötletgazda, mivel ők helyszükével küzdöttek, hiszen a kettes számú iskola, vagy másképpen Bátori általános iskola tornaterme nem nyújtott megfelelő körülményeket számokra, és nem az iskola hibájából természetesen. Közben egy pillantást vetünk, vagy vetek jó magam az eredményjelzőre. És Klampá Tibi 10-9-re vezet. És akkor megindult a tervezés, a szervezkedés. Részletek benne a város vezetői, részlet benne dr. Veres János országgyűlési képviselő, és az ő hatékony közreműködésüknek köszönhetően különböző pályázati pénzekkel, helyi erőforrások mozgósításával sikerült a munkát beindítani. Helyi vállalkozók végezték a munka zömét, és amit most látnak, ez már egy teljesen új elvarázsolt, a termek közfalait kibontották, egy teljesen új elvarázsolt
egybe nyitott tanterem, illetve nyugodtan mondhatjuk, hogy aszlajtenyész csarnok lett belőle. A falakat a sportág nagyjainak plakátjai díszítik, kipestették, meszeltek, a világítást átépítették, szóval teljesen újjávarázsolták ezt az épületet. Nyugodtan mondhatom, tiszta lelkiismerettel, ettől nemesebb, jobb célra épületet nem is hasznosíthattak volna. Gratulálok az ötletgazdának, ezúton is Csekő Sándornak, és gratulálok, egyben köszönöm a sportolók, a sportemberek nevében mindazoknak, akik bármilyen módon hozzájárultak, hogy ez az épület így létrejöhessen. Most már nincs más hátra, miközben a gyönyörű labdameneteket élvezzük. Lampár, ezt a fenyelest nem lehet védeni. És Klampár Tibi az első, megnyerhet utána a másodikban is. Nagyon szép labdákat játszott meg, ezzel együtt német Karcsi vezet 6-3-ra. És hogyha az utánpótlás nevelésre olyan nagy súlyt fektetnek Csekős anyjék, mint tették az az elmúlt években is, akkor a nyírbátori asztalitani sport hosszú távon megalapozza minőségi fejlődését. Gyönyörű labda, mert tápláltatos ütések, védések. És Klampár Tibi 6-2-ről most már 6-5-re jön fel. Az első szettet nyert, a közönség nem túlzás, szinte szájtárva gyönyörködik a nagyszerű labdamenetekben, a fantasztikus bajénokban. Német Karcsi adogat. Gyönyörű volt a fonák. És mintha a fonák gyönyörű volt, akkor Klampár Tibi mentése, védése egyenesen fantasztikus. 7-6, egyetlen pont a különbség. Német Karcsi, most már 2. Egy keresztbe elütött tenyeressel 8-6-ra növeli az előnyét. Nagyon komolyan veszik a versenyzők egyébként, de én szerintem a világklasszis sportolókra éppen ez jellemző, hogy halálosan komolyan veszik azt, amit csinálnak. Még akkor is, ha csak egy bemutató jellegű mérkőzésről van szó. Az est folyamán több mérkőzésen nem is kerül sor, hiszen ők ketten játsszák ezt a mérkőzést, ilyen 35-40 percesre tervezték a bemutatót. Ezúttal a helyi sportolók, a helyi fiatalok nem jutnak szóhoz, de hát ők egész évben használják majd ezt a remek létesítményt. Egy szuszanásnyi szünet. És egy-egy Orvics Jazz-hettek aránya. Klampár Tibi fantasztikus, 50 évesen is, vagy túl az 50-en. Fiatalokat megszégyenítő módon játszik. Német Karcsi, bár aktív játékos, még az első osztályban, a BVSC-ben teszi dolgát, és a válogatottban is természetesen, de ő sem a fiatal évjárathoz tartozik. Német Karcsinak egyébként van egy komoly ígérete, ami bennünket nagy örömmel tölt el. Ha az élvonalbeli versenyzéstől visszavonul, akkor Nyírbátort választja levezető klubjául. Vagyis, ha eddig azt mondtam, hogy hazajár, akkor Német Karcsi nem sokára hazajön. Ő a dolgot. Klampár Tibi fonákkal ütközve kétszer is,
Német Katyi védés hosszúra sikerül 2-2 a harmadik szedben. Hoppá, hát ez is példa arra, hogy mi a legnagyobbak is képesek ilyen labdát hibázni. Csatári Balázs tölti be a játék vezető, a mérkőzés vezető szerepét. Jöjj! Hálas volt, én Karcsi jelzés felemelt kézzel. Egyébként érdekes, hogy a bevezető megnyitó avató beszédekben ketten is hangsúlyozták azt, hogy itt a mi voltjukat, hiszen Támak Ferenc református tiszteletes úr is büszkélkedett vele, hogy valaha általános, majd középiskolás korában üzte a sportágot versenyszerűen. Később a gyerekei is bekapcsolódtak ebbe a sportágba. Nem különben Veres János országgyűlési képviselőnk is azt nyilatkozta avató beszédében, hogy valaha általános iskolás korában ő is üzte ezt a sportágat, még versenyszerűen is. Mindenképpen szólnom kell még a Talán Teátrum művészeinek közreműködéséről. És éppen amikor a Talán Teátrum művészetéről kezdtem volna beszélni, egy művészi megoldást látunk Németh Katyitól, káprázatos labdamenetek vannak. Íme a legújabb, csodálatos. Egyszerűen csodálatos. Szóval a Talán Teátrum művészei olyan műsort adtak, hogy bármelyik nagyváros színpadán megállnak vele a helyüket minőség tekintetében. Élvezte is a közönség, vastags volt a jutalmuk, akár csak egy-egy poénnak most, amikor bármelyik fél beüti a labdát a poént. Német Karcsilvára, tehát rövidített szetteket játszanak a versenyzők. Csatári Balázs szigorú játékvezető. Villantak Lampár jobb csuklója. Lampár Tébi jobb csuklója, és egy villanás csak már bán volt a poén. Kínos Német Karcsi vezet. A szettarány egy-egy fantasztikus volt Kompinak a mentése. Másodszor már nem sikerül. És ezzel a 2-1 a szettarány. És hát a taps minden egyes poén után bejön, ezt már korábban is említettem. És teljes joggal, hiszen olyan labdamenereket élvezhetünk, hogy ez máskor, más szintű versenyen szinte lehetetlen. Úgy játszanak, ahogy nevükhöz méltó, ahogy a legnagyobbaktól ez elvárható. Csodálatos. Már a nézőkről és a nézők vastapsáról, időnkénti vastapsáról szóltam, akkor nagy örömmel mondhatom azt is, ebben a teremben lehetőség lesz arra is, mint ahogy látszik is a felvételen, hogy a nézőket helyezzenek el a mérkőzéseken, hiszen itt játsszák majd az MB2-es, sőt MB3-as bajnoki mérkőzéseket, nem beszélve a kicsik megyei első osztályú csapatait. Gyönyörű volt, minden karcsönek egy visszapörgetett labdája. Kettő-kettő, tehát a negyedik játszmában. Tenyerese. Mi is ez a pörgetés?
és a fanákat már nem is tudja Klampi védeni 3-3. Számunkra az lenne most előnyös, ha Klampátibi nyerné ezt a szettet. Erre most tett is egy lépést azzal, hogy egyenlített, hiszen akkor tovább élvezhetnénk a két kiválóság játékát. Kívánságom, az óhajom teljesülni látszik pillanatnyilag. Klampátibi 6-4-re vezet. Gyönyörű menet, bejön a taps, és be is jön, igen. Nyolc-négy. És minden jel arra utal, hogy tovább élvezhetjük a fiúk játékát. Német kocsi a dolgot. Tíz-négy és egy poén. Klampátibinek, ha ez bejön, akkor kezdhetjük az újabb szettet. És megvan, tehát 2-2 a szett arány a két kiválóság között. És a közönség lelkesen tapsol ismét. Ez teljesen természetes. Klampátibi még üdítővel üsíti magát, és ásványvízzel. Német Karcsi is megtör a lézavó homlokát. Mondom, nagyon komolyan veszik a játékot a fiúk. Nincs lazítás. És bár köztük a barátság szent, mindketten győzni akarnak. Német Karcsi hosszasan koncentrált, az adogatással nem is volt gond. A visszaütött labdával viszont igen, azt már nem tudta hárítani. Mert hosszú volt a hárítás. Gyönyörű menet, gyönyörű labda menet. És Klampátibi hosszan üt. 2-2 mind a szett arány, mind a jelenlegi állás, de most már 3-2 Német Karcsi vezető. 4-2-re. Ilyen apró hibák becsúsznak a menők játékába is. Érdemes megfigyelni, hogy egy-egy villanás csak a csukló villan, szinte alig észrevehetően. A labda pedig fantasztikus utat képes megtenni, fantasztikus gyorsasággal. Klampátibi adogat 3-5 az ő szempontjából. Két meccses után egy harmadik. És egy német karcsú bomba. Bármi bomba tenyeres. Meghívott vendégek feszült figyelemmel kísérik kiválóságaink játékát. Persze nagyon jó lenne, hogyha ezek a vendégek nem csak díszvendégek lennének itt, hanem időnként eljönnének egy-egy bajnoki mérkőzés és megtekinteni. Talán az is bekövetkezik egyszer. Német Kacsi továbbra is 10-4-re vezet.
és 11-4. 3-2-es szettarány. Tehát 3-2-re német Karcsi vezet. Nincs még a mérkőzésnek, hiszen 3 nyert szett kell. Ha most Lampát Tibi nyeri a ezt a szettet, akkor 3-3. Akkor még újabb szettet játszanak. Ha német Karcsi nyer, akkor 4-2 arányban ő nyeri a meccset. És elnézést a szóbotlásért, nyelvbotlásért, nem 3, hanem 4 nyert szett kell a győzelemhez. Ehhez most német Karcsi van közelebb, hiszen 3-2-es szettalányjal ő vezet. A hatodik szettben pedig, tehát jelenleg 4-2-re Lampár Tibi. Nem hiszem, hogy erre bármilyen forgatókönyv készült volna, de szinte biztos vagyok benne, hogy Lampár Tibi nyeri ezt a játszmát, ezt a szettet. Még akkor is ezt a poén német Karcsi vitte be. Mindenesetre ez a vágyom, ez a reményem. Olyan ritkán látni Nyírbátorban ilyen híres sportolókat, legalább tovább éleznék a játékukat. Hatötös Lampár vezetésnél ő adogat. Kétszer és nyolcas volt, harmadszor azonban a hálóban a labda. 6-6. Német Karcsi adogat és a lába alatt, hiába a sport, azért művészet is, és mivel a cirkusz is művészet, egy kis cirkusz is kell a publikumnak, ez viszont már cseppet sem cirkuszi produkció, egy óriási lampártenyeres, fantasztikus volt. Fénykorára emlékeztető, villámgyors és bomba erős tenyeres. Hújj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 
menjen. Német Kacsit most nagyon becsapta Kompán Tibi. Csak egy kicsit hosszúra sikerült a labda, 8-8. Na Kampi, teljesül a vajon a kívánságom, lesz a vajon újabb szent. És ez most a te kezedben van, de nem így, mert Német Karcsi 98-at elhozott, és nem Német Karcsi ellen beszélek. Hiszen nagyon kedves vendégünk, személy és jó barátság fűz hozzá. De most már 10-8, és megint ez a láb alatti adogatás jött be Karcsinak. Ez necces volt. Klampi. Ajajajajajajajajaj. 4-2 a szettorány, Német Karcsi megnyerte, tehát nincs újabb mérkőzés. A két versenyzőnek gratulálunk. Tibikém, csak egy pillanatra, mennyire volt nehéz a mérkőzés? Hát nagyon meleg van, kicsi a terem, sok ember van. Hát, hát nehéz volt. Szurkoltam neked, de valami is néz, szurkoltam neked a végén, hogy legyen még egy szettünk. Hát, majdnem sikerült. Gratulálok, nagyszerű játék volt. Karcsi, csak egy pillanat részves, mennyire volt nehéz a mérkőzés, ezt kérdeztem Tibitől is. Nehéz volt, meleg volt, meg az ellenfél is nagyon jó volt, azért örülök, hogy nem játszottam a jó klampára. Megmondom, és én ellene szurkoltam az utolsó szedben, tudnék, akkor még egy szettet nyertünk volna mi nézők, nem jött be, bizony szívből gratulálok, fantasztikus labemezek voltak, így terveztétek? Hát mégis nem terveztük, így sikerült, hát jó nem meccs volt. Mint a játék? Ja persze, hát azt mégis gondoltuk, hogy nagy mérkőzés lesz. Kacsi, gratulálok még egyszer.